igazi a rájátszás mérkőzés volt minden ízébe. A nagy számú nézőt szerintem jól szórakoztak a kiélezett csatával. Nem is mértük az ellenfelet, mi a harmadik évet tulajdonképpen a feljutás küszöbén vagyunk. Tavalyi évben is följutottunk, csak átadtuk a jogunkat egy másik egyesületnek. Az idén is nem elvárás a srácoktól, hogy följussanak, egy jó mérkőzést szerettünk volna játszani, vagy odavisztavágot szerettünk volna játszani. Az első mérkőzés jó alapot teremtett, valószínűleg egy kiélezett hasonló csatára számíthatunk ott Balassagyarmaton a jövő héten. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, főleg a mi szemszögünkből. Gondolok itt arra, hogy egy olyan közegben látogattunk egy nagyon szép sportcsarnokba, egy ragyogó ellenfélelel, akik igazán futszaloznak. De nagyon jó játékosokkal, mind a rutinos, mind a fiatal játékosaink nagyon jók, nagyon jó futszalosok. Úgyhogy nekünk ez egy ünnep volt, főleg így egy év után, vagy 3-4 hónap után, amit elkezdtük ezt a futszalt építgetni Balassagyarmaton, és hogy idáig jutottunk és egy kikimérkőzést tudtunk játszani, ez nekünk nagyon nagy szó. Az, hogy az eredmény 3-3, esetleg mondhatjuk azt, hogy hízelgő ránk nézve, ettől függetlenül azért azt tudom mondani, hogy próbáltuk azokat a futszal elemeket, amit a hazai csapat nagyon jól csinál, próbáltuk jól elédekezni, helyen közel úgy gondolom, hogy azért ez sikerült is. A támadásaink azért, a labdatartásunk az ellen volt, viszont az előrefelé játékunkon még van mit csiszolni. Úgyhogy ebben a tanulási fázisban, amiben mi vagyunk is, hogy a futszal automatizmusok még azért nálunk nem úgy működnek, mint a hazaiaknál, ezért úgy gondolom, hogy nagyszerű eredményt értünk el. Természetesen otthon is szeretnénk megnehezíteni az Energy dolgát. Szeretnénk, hogy tényleg egy olyan mérkőzést játszani, ami kikimérkőzés, és szeretnénk, annak is örülünk, hogy most így nyílt mondhatom azt, hogy a továbbjutás, vagy a rájátszásnak az eredménye. Megpróbáljuk még egyszer hangsúlyozom megnehezíteni a vendégek és ugye a Energy dolgát. Remélem, hogy az is hasonló hangulatú, hasonló színvonalú mérkőzés lesz, és bízom benne, hogy mi egy kicsit támadásban tudunk fejlődni, és egy szép eredményt tudunk majd elérni. Gratulálok a csapatomnak, gratulálok a hazai csapatnak is, főleg úgy, hogy igazolták a jó hírüket, igazolták azt, hogy mennyi